töltést mindenkinek itt az M3 autóparkban vagyunk. Szokás szerint a hostessünk Concerto van velünk, a nála van pedig az a kettő darab kulcs, aminek a Skoda Superbnek a kulcsa. Ide is dobta nekem az ölembe, meg is köszönöm neki rögtön. Nézzük meg az autóban az órállást. Először 2.29.003. Ez azért fontos, hogy megnézzük a szervizkönyvét is. Erre az óraállásra garanciát vállalunk, ez egy végigvezetett szervizkönyves autó. Itt van velünk Zoknifej Feri és Zoknifej Peti szakértőink. Ferikém, légy szíves, igen. Tehát látható, hogy 2015. 3. 17-én szervizelték le ezt az autót. Petikém, te mit láttál? Nézzük meg. Igen, 227.907. Akkor nyugodtan elmondhatjuk, összesen 2000 kilométert mentek az autóval az alatt a maradék két hónap alatt, míg ide került hozzánk az autó. És nézzük, hogy hogy indul. Minden ellenőrző lámpa ugye kialudt, az autónkban a baloldali ajtóm nyitva van, de ha akarják, akkor ezt, vagy akarjátok, akkor becsukom, és akkor így mindjárt csukottnak tűnik, illetve az autó elejét is kinyitottam, de akkor ezt majd megnézzük még közelebbről. Először is, amit el kell róla mondanunk, 2005-ös forgalmahelyezésű magyar kocsiról van szó, szép bőrkormánnyal, van itt nekünk tempomattunk, kormányról vezérelhető jó kis Skoda rádiónk van, ugye ASR kibekapcsolható, mindkét oldalra ugye ülésfűtésünk van, gyönyörű kromozott váltókarunk, középső könyöktámaszunk van, van légzsákot előttünk és oldalt is vannak légzsákok, ezen kívül ugye ABS is helyet kapott a motortérben, azt is meg tudjuk nézni, fényszóró magasságállítás van, kormány magasságállítás van, 4 darab elektromos ablakot találtunk itt és elektromos tükröket. Na ezen kívül, amit érdemes megnézegetnünk, hogy kopásmentes ugye ez a kis ülés, nincs kiszakadva, vigyáztak rá is, nagyon szép tiszta a kocsi, felhívnám a figyelmüket, és még arra is, hogy hatalmas csomagtér található itt a hátsó üléssor előtt, nem is tudom kire szabták, hatalmas nagy emberekre, úgyhogy azok jelentkezését várjuk, de persze apróbb embereket is természetesen szívesen látunk a kereskedésben. Na szóval, akkor nézzük meg az autó külsejét egy kicsit, ugye fekete metál színű ez a járgány, kicsit távolabb megyek, hogy meg lehessen nézni. Gyönyörű szép alufelnik vannak rajta, ezt is meg tudjuk közelebbről nézni. Itt van a szép kis szuper felirat, és a hátuljában ajándék téli nyári gumi szett, a nyári rajta van, a téli pedig az autó csomagterében kapott helyet. A műszaki vizsga 2016. februárig szól, és akkor Concertoval közelebb megyünk, és megnézegetjük a felniket. Látszik, hogy nincsen lepatkázva, nem sómarta, és nincsen lekopparóla a szép kis gyári krómozása. A szélvédő az teljesen épp és kavicsmentesnek mondhatom nyugodtan, illetve a motortérben mindjárt benézzünk és meghallgathatjuk még ezt a szép kis moci hangot. 1.9 PDTDI 131 lóerős Concerto is meghallgatja. Itt a kis ABS vagyunk, szép tiszta tartályunk, amint ahogy az látszik, ez nagyon fontos, mármint nekem. Úgyhogy én el is köszönnék, gyertek be hozzánk minden hamarabb, és nézzétek meg ezt a gyönyörű szép, nem a Concertót, hanem ezt a szép kis szuperb, ami itt áll nálunk az M3 autóparkban. A viszontlátásra, sziasztok!